Néhány évtizeddel ezelőtt még minden család szinte magának állította elő, termelte meg a szükséges, alapvető élelmiszereket, például a tejet, a zöldségeket, gyümölcsöket, a húst, a szalonnát, sütötték a kenyeret. Szinte nem volt olyan ház, ahol ne lett volna veteményes kert, illetve haszonállat. És ezzel nem csak pénzt, hanem energiát is spóroltak, és egészséges, tartósítószer és egyéb adalékanyagoktól mentes élelmiszereket fogyasztottak. Sajnos mára ez az életmód szinte eltűnt, a nagy hipermarketek, a gépesítések elnyomták az otthoni zöldségtermesztést és állattartást. A mai fiatalok többsége csak szüleik, nagymamáik elbeszéléséből ismerheti a háztáji gazdálkodást. Erre a környezettudatos életmódra hívta fel a figyelmet a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. Uniós forrásból támogatott KEOP kötőjel 6.1.0/A/09 2009-0040 azonosító számú környezettudatos szemléletformálás Magyarországon című pályázata. A 2010. szeptemberében elinduló, bő egy hónapos projekt keretében mintegy 400 mezőkövesdi középiskolás szerezhetett tapasztalatokat a környezettudatos életmódváltás területén. A tanulók elsajátíthatták a kisebb energiafelhasználás módjait, szem előtt tartva a környezetkímélő eszközök használatát. Megtanulták, hogy indokolatlanul ne terheljék környezetüket. A projekt elsősorban az élelmiszer választással és fogyasztással kapcsolatos szempontokat mutatta be az érintett korosztály számára. A programokon olyan táplálkozási formákat ismertek meg és alkalmaztak, melyek nem terhelik környezetünket. A rendezvények során helyi termelőkkel kerültek közvetlen kapcsolatban résztvevők, megtekinthették, kipróbálhatták az egyes élelmiszerek előállítását. A pályázat keretében a középiskolások testközelből megismerkedhettek a noszvai lekvárfőzéssel, a gyümölcsből készült szörpkészítéssel, a gomolya készítéssel, tapasztalatokat szerezhettek a tehenészet és a juhtartás, a házi állattartás területén. Emellett interaktív előadást hallgathattak meg a fiatalok a műanyag és az újrahasznosítható tárolóeszközökről, az alacsonyabb víz- és energiafelhasználásról, a szelektív hulladékgyűjtésről. Az előadások mellett gyakorlatban az életben is megtapasztalhatták, kipróbálhatták a fentebb említett témakörökben, területeken magukat a fiatalok. Fontos, hogy a mai generáció megismerje és használja ezeket a hagyományos módszereket, hiszen ezek nem terhelik a környezetet, az előállítás során nincsen szállítás és műanyag csomagolóanyag. A projekt eredményeként a diákok vásárlási szokásai változtak, mert a jövőben előtérbe helyezik majd a helyi termelők áruit.